Sziasztok! Itt Boga. És Feri. Ma pedig a trikettával játszunk egy kétfős játékot, amit már elő is készítettünk. És igazából ez nem lesz szabálymagyarázó videó, van a csatornán szabálymagyarázó videó hozzá. Így ha valaki kifejezetten a szabályokat szeretné megnézni, megtalálja ezen a linken, ami most felugrik. Mi viszont most bele is vágunk, közben azért mondjuk, hogy mit csinálunk, és szerintünk érteni fogjátok. Ez egy nagyon egyszerű, gyors és szórakoztató játék. Boga el is kezdi, mert hogy a Kezdőjátékos, a fiatalabb, és igazából alapvetően egy ilyen állatot kell majd felhúzni, ezt szitokban, megnézni, és eldönti, hogy vagy berakja valamelyik sorba, vagy pedig maga elé rakja a képen lefelé. Na, ajra. Ezt a játékban kétszer lehet csinálni. Igazad van, jó, hogy mondod, a játék folyamán ezt kétszer lehet megcsinálni, és hogyha valaki ott már kettő lefordított ilyen állat van, akkor többet ezt nem választhatja, mindenféleképpen be kell rakni egy sorba. Na, nyomjad! Ezt leteszem ide. Jó, a két csal egyikébe lehet lehelyezni. Én jövök, én is megnézem. Mm, jó, nézd, ide rakom. Te vagy? Én ezt ide teszem. Jó. Um. Hmm. Jó, ide rakom. Én ezt most megtartom. Jó, jöjjön a következő akkor. Fúha! Fúha! Jó, ide rakom. Te Ó, ez még bőzik. Ezt ide leteszem. Na uh, jó, még egyet húzok. Ide én ezt itt elviszem. É, sejtettem, hogy el fogod vinni. Ez egy jó sor volt. És elviszem ezt is vele együtt. Oké, én azt hiszem, hogy még húzok. Uh, fú, elég változatos. Mindenféle van itt. Én még húzok. Jó. Hát figyelj, húzok még egyet. Ez egész ilyen szép színmenetes, különböző színek. <laughs> Igen, most abból már kettő van. Jó, azt hiszem, hogy itt megállok, és akkor ezeket elviszem mind, mindjárt elrendezem magam előtt. Ugye, ahogy láttátok Boglákánál is, ha már több állat van egy fajtából, akkor azokat így be kell rendezni, így a... hogy három illeszkedjen majd egybe. És igazából talán meg is mondhatjuk rögtön a pontozást, hogy úgy működik, hogy a játék végén, ha valamiből csak egy, ilyen lapka van, akkor az egy pontot ér, ha van a kettő, akkor az két pontot ér, ha teljes, tehát három, akkor ér annyit, amennyi rá van írva, tehát 8-at és így tovább. Hogyha meg rátesszük erre a háromra még egy ugyanolyan, az már mínusz pontot ér. Tehát, hogyha a triketten ezen a hármason felül gyűjtünk, akkor az büntető pont, minden egyes plusz az mínusz egy pontot ér. És ráadásul nem is kapjuk meg azt a pontszámot, ami rajta van, szóval elég nagy pontvesztesség. Na, mivel én választottam másodiknak, ezért én leszek a kezdőjátékos a következőben, és ezeket a lapkákat eltávolítjuk. És elveszel egy ilyen fát. Igen, egy ilyen fát kapok, ami egy pont, majd a játék végén, és én indítom a következő fordulót. Hoppá, ezt rakjuk vissza. És akkor én még egyet sem raktam már titokban, hogyha ezt megnézem. Nem, még csak egyet. Oké, okay. uh, ide rakom. Te vagy. Ezt leteszem. Oké, okay. tehát te már többször nem válaszoltad ezt az akciót, mindenféleképpen le kell tenned majd, hogyha felhúzol valamit. Fűha! De azt eldöntöttem, hogy melyik sorba teszem. Ez így van, hát ha csak, már, ha csak, ne, csak egy sor van, akkor nem döntheted el, de egyébként igen. Igen. Hmm. Amúgy így most mindegy lett volna, hogy hova teszem. Ez így van. Üh, viszont már most egész csábító azt elvinni. Üh, Megnézzük, hogy mit találunk itt. Jó, azt ide rakom. Jaj, már egyértelműen leteszek, ezt ide rakom. Jaj. Én ezt elviszem. Sejtettem. Ez túl csábító volt itt, ezek a jó kis lapkák, és akkor ezt innen leveszem, tehát már csak egy sorba rakósgathatsz, de te még folytathatod, amennyiben szeretnél. Még Jó. Igen. Ennyi, ezt elviszem. Ennyi. Jó, ezt ott hagyjuk, mert úgyis visszarakom a másikat is. Hozzád kerül a kezdőjátékos jelölő, mert később passzolta, ez kirakom innen. Elhelyezem a kis állatkáját. Ja, kicsit itt most rendezkedünk, azt majd kivágjuk. Oké, következő fordulót te kezded, ezt elviszed. Vagy hát melyiket akarod, melyik? Ah, az teljesen jó. <laughs> jó, rendben. Ez, ez a tiéd lesz az egy pontot ér majd a játék végén, és akkor húzhatsz. Egy bagiocska. Mhm. Uh jó. Fíj, jaj, jaj, jaj. Én ezt elrakom titokba ide. De még egyet, elraktam. Hát most már egyet elraktam, igen. Tízes maci. Hmm. Jó. Egy ötös. Jó, ezt még én még megnéztem a titokban, de mindegy. Én nem láttam. Mindegy, jó így. Te Hiha, persze nem tudom, hogy mi van mik vannak titokban. Még egy bagoly. Mondjuk ez így, már nekem jó lesz, hogyha ezt én viszem el. Jaj, ne már. Na jó, én viszont akkor folytatom, mert akkor. uh. uhuhuhuhuhu. Lehet, hogy megállok. <laughs> Lehet, hogy megállok. Azért elég merész lenne már, hogyha tovább. Lenne. Hát nem tudom. Jó, megállok, és akkor ez a két maci ide jön. És ennyi, ebben a fordulóban egész keveset ittünk. ezt kidobom, öö, ezt berakjuk ide. És utolsó, maradj Igen, én vagyok a kezdőjátékos, ezt elviszem. És akkor én kezdek. Nézzük. Ajj, 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 ajj. Ez, 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 mondjuk titokban megnézhetem volna. Ez most az én hívám volt, Jaj, hogy elkapkodtam és félre rakhattam volna. Na mindegy. Én már amúgy sem nézhetem meg titokba. Ez amúgy most mind a kettőnek jól jön jól jönne. De hogyha ide teszem. Hát nem igen, nem, akkor én nem szeretném elvinni. Akkor Köszi. Majd megváltozik az idő. Jó, na nézd. Én titokba itt megnézem, hogy mik voltak. Jó, jön. azt megnézheted. Hát akkor ezt ide rakom. Te vagy. Egy hetes. Hát az már nekem nem jó. Szóval kedveskedek neked egy kicsit. Hát igen, az a kérdés, hogy inkább azt mondod, hogy elviszette, és akkor... Hát igen, értem, értem. Jó, oké. Okay. Na most, ha most megállok, az sem rossz, mert én is megnézem, mi volt itt. Hmm, nem rossz, nem rossz. Fú, lehet, hogy érdemes megállnom. Én megállok, jó? Itt kiszállok. De Elviszem meg... ezt. Gondoltad? Miből jó. gondoltad? Hát én mehettem volna tovább, csak... Jó, de azért ez a sor egész csábítóan szólt hozzád. Hát megszólított az igaz. Az biztos, hogy te leszel majd a kezdőjet, és majd ezt el fogod vinni. Ezt már is adom. És igazából már csak egy sorba lakosgathatsz, Eldöntheted, hogy mikor állsz meg, mert ez tovább. És igazából egyébként üres sort is elvihettünk volna. Hú! Hát. Én most itt megállok. Jó. Jó. És most Jó, ez ennyi. Is. És akkor kicsit így elrendezzük, hogy jobban látható legyen. És most felfedjük a titkot. Azaz megnézzük ezt, és eldönthetjük, hogy berakjuk. Vagy eldobjuk. Én berakom nekem az ipont. Én direkt kifundáltam, ezért ezt berakom, ezt <laughs> meg <eldobom. gül> Fú, azt a két medvédben raktál itt titokban. Igen. Ez elég jó. Na nézzük, úgy működik akkor, hogy mi neked csupa teletriketed van gyakorlatilag? Ez egy kivételével? Úgy működik a játék, tehát akkor, hogy egy pont az egy darabért, kettő pont a kettő darabért, és a három darabért pedig annyi pontjára jár, amennyi, ami rá van írva a lapkára, tehát 10, 8, 7, stb. Minden ilyen fa egy pontot ér, illetve a kezdőjátékos élőlő 1 pontot ér. Akkor nézzük, neked van 10, meg 9, 19, meg 1, 20, meg 7, 27, meg 6, 33, meg 5, 38, meg még ez a kettő, 40. Fűha, 40 pont. Azt nem is behozom. Na nézzük. 10, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Mennyi pontod volt? 40. 40, 32, jodállás? Ó, hát nagyon gratulálok. Köszönöm szépen. És egyikünk sem csordult túl, tehát egyik se vitt többet, mint kellett volna, de ha mondjuk valamiből, mondjuk a Boglárkának itt lett volna még egy ilyen, akkor az nem 9 pontot ér, hanem... Minus. Pontot. mínusz egy pontot érne. Igen, tehát, és ugye, ha még többet vitt volna, most keresek itt ilyen lapkát, innen átveszek, hogyha még itt vitt volna, akkor az mínusz pont más, stb. stb. Tehát valahogy úgy kell ügyesen vinni ezeket a lapkákat, hogy három maradjon a játék végére, és azért ezzel a kettő titokban tartott lapkával egész jól ö, lehet taktikázni, a lehet számolni. Én előre kifondáltam, hogy majd amúgy is tuti fogok még szerezni egy medvét, és akkor majd azt el, eldobom azt a medve lapkát, és akkor meg lesz a három. Szuper, hát ezt jól kitaláltad, én meg már nem mertem tovább menni, mert akkor mínuszpontokat szereztem volna, és azt meg nem akartam, úgyhogy, ö, úgyhogy most, most ez, ez neked jött ki jobban, gratulálok még egyszer. Köszönöm szépen. Nektek pedig nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Sziasztok! Sziasztok! Örülök, hogy erre jártál, és megnézted ezt a videót. Amennyiben érdekesnek, értékesnek, hasznosnak ítéled meg, megköszönöm, ha lájkolod, kommentelsz, megosztod, és feliratkozol a csatornára. Ha pedig támogatni szeretnél, látogass el a D3 Meeples Patreon oldalára.